Milyen viszonyban volt a Kádár Jánossal? Én azt hiszem, hogy semmi különlegesség nem volt a mi viszonyunkban. Bár ahogy indult a mi személyes megismerkedésünk, a számomra egy elég kínos szituációval körülménye kezdődött, amiben se a Kádár Jánossal, se én nem voltam vétkes vagy hibás. Amikor a börtönből kikerülve a 13 kereti párbizottság első titkára volt, majd fölmerült, hogy... Hányba volt ez pontos? Hát ő 50, mikor kijött, akkor ez a beszélgetés maga 55-ben. 55-ben. Most én azért vagyok mindig egy kicsit kínbe ezzel, mert nekem nincsenek jegyzeteim, meg naplóim, mert ez is hozzátartozott ahhoz a tételhez, nem is szerettem, ha munkatársaimnak ilyen vastag, 200 lapos, szigorúan titkosított füzete volt, és minden belejegyzetelt, mert Isten, ha valahol ellopják tőle, elhagyja, hát az egy rettenetes dolog lett. 55-ben azt a megbízást kaptam, mint a központi bizottság adminisztratív osztályának akkor még megbízott vezetője voltam, hogy én beszélek a Kádár János elvtársal erről, hogy menjen át a 13 kerületből a Pest-Pádi. Bocsánat, ön a központi bizottság adminisztratív osztályának a vezetője volt. Vezettem akkor. Hát ez a beszélgetés egy meglehetősen kínos dolog volt. Hát a Kádár János, hogy még kint volt, de hát fizikálisan is, meg hát érthetően, szóval minden szempontból egy nehéz helyzetben, rendkívül nehéz helyzetben volt. Én meg, amikor a Kádár Jánost az ismert koncepciós perbe fogták, vidéken, alacsony szinten, de pártmunkás voltam. Szóval követően a Kádár János neve, mint fogalomként került be egy fiatal, kicsit nem nagyon tudatos, az ő gyerekember tudatában. Tiszteltük, szerettük, életpályáját megismerő, stb. Na, utána jött a koncepciós per, ahol hogy azt ismertették meg velünk, hogy amit a koncepciós per tartalma volt, elárult a mozgalmat, ilyen, olyan, almasat, többi, többi. Most azt mondják, hogy elhittük? Kérem szépen, elhittük. Elhittük. Én merem többet számolni, mert aki ma azt mondja, hogy ő akkor azt nem hitte el, hát enyhén szóval erős kétkedéssel kell fogadni. Hiszen ki mondta? Rákosi Mátyás. Abban az időben az én nemzedékemnek fogalom volt. Aki annyi időt élt a börtönben, meg stb. Stb. Hát kitételezte fel akkor, 51-ben, hogy koncepciós per is létezik a világon. Hát a Szovjetunióban azóta napvilágra került perekből semmit nem tudtunk. Hát milyen alapon föltételeztük volna, honnan vettük volna mi ehhez ismeretet, azt a képességünket, hogy elemezzük a leírt a Szovjetunió kommunista párt, még a szovjet állam történetében leírtakat valamiféle milyen alapon elemezzük. Képességünk sem volt, a helyzet sem volt. Elfogadtuk. Na most, amikor aztán az egész kiderült, és kiderült, én azt mondom, minden tisztességes emberben, bennem is, volt egyfajta szégyenérzet. Akkor is, ha semmi közem nem volt, teljesen ártatlanak voltunk benne, mégis volt egyfajta szégyenedet. Tehát nekem a Kádár Jánosra így kezdett a személyes kapcsolatom, vagy ismerettségem, leültünk, és egy kínos beszélgetés volt. Én őszintén mondom, azzal kellett kezdenem, szavakra is nagyon viszem, hogy Kádár János, nekem van egy ilyen megbízatásom. És meg kellett engem mondani, nézze, nem csak a korkülönbség, mert az nem a rettenetes nagy 12 év korkülönbség volt közöttünk, befutott életpályák, amin ön átment, stb. Én elmondom, hogy mire kaptam megbízatást, elmondtam, és én semmi további agitáció nem fogok bele. És nem kérdezte meg, hogy kitől kaptam megbízást? Azt én közöltem vele.
Politikai bűnösségre, tehát titkárság. És ki személy szerint? Bézeg Isten, nem tudom már most megmondani. Hát abban az időben már elég sűrű változtak a titkárok. Nem tudom már pontosan. Tehát az a Rákosi visszajövetele után. Igen. Hát akkor, amikor egy rövid időre újra. Nem szavakban mondta, de hát az egész lényeg az, hogy megérti egy ilyen fiatal embernek ezt a helyzetét, akinek kínos ez a beszélgetés, nem tud vele, ő vele mit kezdeni, stb. És hát valami olyasmit mondott, hogy hát közöljem, hogy ha a pártnak erre van ma szüksége, ha a párt vezetés úgy ítéli meg, hogy ő ott használa tud lenni, vagy stb., akkor neki nincs ellene. Mint budapesti titkár. Nem, mint Pest megyei titkár. Pest megyei titkár. Nincs ellenvetés. És én, hogy a kötelező kávé ivás után borzasztó örültem, amikor ő elköszönt. Bennem maradt egy megtört, fizikálisan is, de talán nem is elsősorban fizikálisan, hanem egy rendkívül nehéz, önmagával is vívódó emberre találkoztam. Én rám életem végéig ható, megmaradó, nagyon nehéz, nyomasztó benyomást tett, és végtelen sajnálat ember iránt, és hát az egész helyzetünk, szóval, hogy akkor már kedvelt ez a megzavarodottság a pártaparátusban is. 53, aztán Nagy Imre, akár megint a Rákosi felül, stb. Volt már egy megzavarodottság az egész pártaparátusban, központban is, vidéken is. Most hát ez annak az egyik olyan ciklusában volt, amikor a Rákosi újra megerősítette hogy a pozícióját. Hát így kezdődött. Én akkor a központi bizottság póttagja voltam, akkor választottak be, amikor a Kádár Jánost júniusban, tehát 56 júniusában. És jött a telefon, hogy menjek a KB ülésére. Elindultam. Na de előtte, várjon csak, megkapta a hírt. Igen. És mit mondott a feleségének? Mondtam, hogy kell mennem a központi bizottság ülésére. És miért? Hát őnek is elmondtam, hogy Budapesten zűrök vannak. Elindultam Budapestre, éjféltájt értem a Soroksári útra, a Mester utcán környéke tele volt emberekkel, amikor a Boráros, illetve a Petőfi híd mellett a behajtón a körút felé mentünk be, kiabáltak, hogy álljatok meg. Mondtam a gépkocsi vezetőnek, álljon meg. Azt mondja, dehogy állok. Átfordult a másik oldalra, vissza a híd mellett, a Rádai utcába fordult be, és ott valahol álltunk meg, de amikor fordultunk, sorozatot kaptunk. Úgyhogy én így találkoztam az ellenforradalommal. A kocsinak a hátulját szétlőtték. Szerencsére se a gépkocsi vezetőt, se engem nem ért lövedék, és az autókerekét se, hanem a paktartót sorozták végig. Ez akkor melyik megindultam. Melyik nap volt? Aznap, 23-án este, illetve éjjel. Megindultam a központ felé a Rádai utcába, és a Kálvin tér környékén akkor már állt a harc, lövöldöztek, hát ugye ott közel a rádió, rablóás embereket láttam, és összevisszaságot. Még a házakból kiabáltak nekem is, hogy miért nem állsz a kapu elé, meg fognak lőni. Nem tudtam bemenni. Megpróbáltam a Dunaparton, az egyetem felől megközelíteni a központot, ott is állt a balhé, és körülbelül olyan reggel 5 óra környékén
megpróbáltam úgy tájékozódni, hogy fölültem egy Kecskemét felé tartó autóbuszra a Soroksári út végén, amelyik alsó Némedinél lepakolt minket, mert egy motorkerékpáros baleset áldozatait kellett neki bevinni a segélyhelyre. Pártkönyve volt? Volt. Magánál volt? Magamnál, igen. Személyigazolvány? Személyigazolványom is természetesen. Nem gondolt rá, hogy megsemmisíti, hogy nehogy felismerjék? Nem, meg? Nem gondoltam rá. Nem gondoltam rá. Nem félt? Hát hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem féltem, de azért olyan félelmeim nem voltak, hogy az irataimat megsemmisítsem. Amikor úgy éreztem, hogy minden széjjel omlik. Széjjel omlik. Mi volt az én ösztönös gondolatom akkor, hogy 100 és 100 ember, meg itt vannak a káderanyagai, ami a pártkönyvre tartozik. Ha ez valakiknek a kezébe kerül, kis rossz indulat kell hozzá, hogy ezekből üldözöttek legyenek, és rossz szándékú embereknek ezeken az anyagokon keresztül olyan tények, adatok jutottak a birtokukba, amelyek rettenő tragikussá válhatnak. Volt egy Barkóczi Imre nevű munkatársa, párti és törvényszerű osztálynak, Köbör József titkára, vagy követőjét, ők kezelték a kádranyagokat. Ezek a épületek, amelyekről beszéltem, hogy mit tartoztak oda, az olyan vegyes volt, ahol még cserépkáhelyval fűtöttek, máshol már át voltak állva, nem tudom, központi fűtésre. Abban az épületben, Akadémia utca 19, szóval ott a sarkoló épületben volt egy hatalmas kazán. És én, hát most hogy mondjam önnek, hogy utasítást adtam, ehhez nekem nem volt jogom, hogy egy másik osztály valamelyik munkatársak adjak. Azt mondtam, hogy Imre, nektek van nagy kazánatok, meg kell semmisíteni a kádranyagokat. Körülbelül 600 kádranyagot semmisíteni. 600-at? Körülbelül 600-at. Amelyikért a sorsfintőre után én szemrehányást kaptam. Annó. Utólag. Miért? Hát azért, hogy megsemmisültek a kádranyagok. Na de, kérem szépen, ne szépítsük meg a dolgot. Más anyag is volt, amelyik megsemmisítésű nekem gondoskodni kellett. Hát ne a mai eszünkkel, az akkori rendszerből fakadó helyzetbe képzeljük bele magunkat, ha nehéz is. Oda tartozott tehát a hadsereg, a belügyminisztérium és mindenféle úgynevezett kényes szervezet, testület, a hatalmi eszközök. Hát ott sok mindenféle anyagok volt. És nekem gondoskodni kellett ezeknek a megsemmisítésére, még akkor már arra reményem nekem nem volt, hogy ezeket meg hova vigyük, vagy hogy mentsük. Ez a bizonyos, és ez még egyszer, ez napokig tartott. Tehát nem úgy volt, hogy elhatároztam most, tessék elkérdeni, hogy több száz kádranyag volt megsemmisíteni. Hát ez egy vastag, ilyen nehezen égő borítókkal ellátva, kötegelve, hát abban az időben, ugye bármilyen is furcsa, már 56-ban is voltak bizony fél kilós gyűjtemények egy-egy kádranyagnál. Na most, hát ahogy a helyzet durvult, hadd ugorjak át itt egy-két napot, hogy gyorsabban haladjunk. Na mondjuk az egy durvulós nap volt, ez a 25-e. Mondjuk ezzel nem tudom, hogy kezdődött, de sokan azt mondják, hogy a 25-én a parlament előtti tüntetés közélővéssel kezdődött. Erre van-e akkori emléke, hogy mit gondolt, vagy tudta-e esetleg, hogy kik léptek föl? Nem tudom. Azóta, akkor rögtön utána. Hát persze, hogy választ kerestünk volna rá. Akkor még egyszerűbb lett volna a dolog, mert meg lehetett volna, meg tudtuk hallgatni
ezt egyik felett, másik felett, stb. Én azt, én nem, mostanában pedig már annyi szemtanú, fültanú ember, aki biztos forrásból tudja, de ezt mind összerakja, nem segít megfejteni, hanem még nagyobb zűrzavarok következnek. Mert van, akik egy-egy mozzanatnak bizonyos túlzott jelentőséget tulajdonít. Én emlékszem, hogy akkor körülbelül hogyan fejtettük meg. Itt a tragikus félreértések sorozata hozta ezt az egész tragikus lépést. Azt ugyanis, hát lehet, hogy majd valaki egyszer azt mondja, hogy ő pedig megmondja az igazat, mert ő csinálta, vagy ő lőtt elsőnek. Eddig ilyen nem jelentkezett, ilyen tennó. Nem tudtuk megfejteni. Én egyébként magát, ezt a 25-i vasúti lövezést, ezt én nem láttam, szóval nem, tehát én magam nem tudom azt mondani, hogy onnan jött az első sorozat. Én azt tudom, hogy, hogy amikor nekem szóltak munkatársaim, hogy hát ugye a fölerősödött fegyverdörgésből én is tudtam, hogy valami történt, valahol nem tudom már, ülésem vagy holottam, üzentek, hogy jöjjök ki, mert valami történt. Én egyet láttam, hogy egy páncélkocsi még ott állt az ablakból látható távolságra, az egy bizonyos irányba magas szögbe lévő nehéz puskából, ez egy fegyverkategória, 12 egész... Tehát fölfelé lőtt. Tehát, na most ugye ezzel az, hogy fölfelé lőtt, az nem, mert ugye tudok úgy is lőni, hogy egy kilométer akarok lőni, akkor ugye egy olyan szögbe tartom a fegyvercsövet, hogy oda essen, ahova én azt akarom. Utána az eltűnt ez a páncélkocsi, tehát én azt nem tudom, hogy aztán ő miért lőtt például. Ugye most utólag már vannak ők aztán, hogy mert rálőttek, de kilőtt rá, honnan lőttek. És szovjet volt, vagy magyar? A szovjet kocsi volt. De hadd mondjak én egy, hogy akkor abban az űrzavarban miféle tragédiák történtek. Valaki most nem túl régen egy valósághoz eléggé közel álló leírást ad arról, hogy mi történt akkor, amikor a párközpont megerősítésére a határőrségre küldtek katonák. Zöld ávósok. Igen. Ezek nem ávósok voltak, határőrök voltak. Határőrök. Ez egy, szóval egy valami olyan megrázó dolog volt, hogy azt nem is lehet elfelejteni. Megerősítést kértünk a párközpontba védelmére, akkor már voltak rendőrök, folyamőrök, és hát többé is kértünk megerősítést. Fölváltam. Ezt ön intézte például telefonon? Például vagy? Én, meg volt a párközpont őrségének egy beszédes Antal nevű határőr ezredes, volt a parancsnoka. Nem, ő nem állandó jelleggel, akkor lett kinevezve. Hát több helyről volt, tehát körülött egy közös parancsnokság. Most ő miért határőrt hívott? Mert ő maga is határőr volt. Hát az, hogy cseréljük le, mert elfáradtak már, pihentetni egy kicsit. Megszervezték, hogy milyen irányban, melyik utcán, stb. Jönnek be. És ezt megkapták, ezt az útvonalat pontosan megkapták azok, akik külső biztosítását szolgáltak a párközpontnak, hiszen ugye ez egy, nem akarok én részleteibe belemenni, mert ez egy nagyon... Pedig részletekben lakik az Isten is, meg az ördög is. Hogy például a párközpont előtti utcának a biztosítására a parlament X ablakában elhelyezett sorozatlövő fegyver, géppuska vagy golyószó is hívat volt biztosítani. Tetszik érteni. És fordítva. Ugye mondják, hogy az FM-ből a parlamentet, a parlamentből a stb. Tehát a külső biztosítást azt más épületből lehetett hatékonyan megoldani. Megkapták ezek a külső biztosításra rendelt fegyverek parancsnokai, kezelői, hogy X óra tehát plusz-minusz 10 perc eltéréssel, milyen útvonalon fog majd ez a bizonyos megerősítés bejönni. Kiderült, hogy valamilyen okból ott sok ember volt, ezért, azért, amazért, nem azon az útvonalon, hanem egyáltalán tovább ment, bejött a Kossuth tér szélére, és onnan kanyarodott be az Akadémia utcába, az erősítést hozva.
Most ott fent a parlamentnek valamelyik ablakában lévő golyószóró, géppuska, kezelője, parancsnoka, tessékek közé, másodpercek alatt jött létre egy helyzet. Teljesen általa eddig nem ismert útvonalról bekanyarodik tele katonával egy teherautó. És megy a befelé az Akadémia utcába. És ráengedett egy sorozat. Rettenetes. Arról hallottunk a rádióról, annak az ostromáról. És mi ott a kerületben biztosítani akartuk a rendet. Meg kell mondani, hogy a kerületből, vagy a kerületbe ezt úgy sikerült elérni többek között, hogy a harmadik kerületi párbizottságtól az egyik osztályvezető, vagy titkár átszólt, hogy tudnának nekünk adni 4 harckocsit. Egy órára. Hát mondom, akkor adjátok ide. Na most mindig ígértek fegyvereket, ugye, a központból. Hát ugye, amíg az a harckocsi, 4 harckocsi nem tudtuk megkapni, addig ott a kerületi párbizottságban a legnagyobb meglepetésemre találkoztunk, Baltanyél volt csak. És akkor valamikor 23-án éjjel, akkor még a pártszékházban voltunk, nekem beugrott, hogy az MHS-nek a kerületi raktárába, ami korábban orvosi rendelő volt a Gömb utca és a Röppenty utca sarkán. Ott én voltam kint, mert volt egy ilyen igény, hogy ezt vissza kell adni orvosi rendelőnek. Ez korábban orvosi rendelő volt, és az kerület egészségügyi ellátása nagyon alacsony szinten volt, és elmentem megnézni valamikor augusztusban ezt a helyiséget, és akkor láttam ott, hogy ott különböző fegyvereket őriznek, akkor van valami kis műhelyük ezeknek, és akkor valamikor éjfél körül beugrott nekem, hogy innen lehet fegyvereket szerezni. És 3 munkatársunk szintén kiment, és 3 órakor jöttek vissza, és hoztak a kerületbe fegyvereket. Személyes használatú fegyvere senkinek nem volt? Hát volt, azt hiszem az egyik, azt hiszem a Szamosinak egy ilyen fölfúrt, egylövetű pisztolya, az volt a személyes használatú fegyvere, az összes. És akkor, hát persze, az a helyzet, hogy nekünk katonai tapasztalatunk nem volt. De 30-áig aztán semmiféle rendkívül esemet nem történt a kerületben. Na most, ugye az első alkalom, amikor elmentem pihenni, az valamikor szombaton volt, ha jól emlékszem, az 27-e volt. Tehát 23-ától 27-e egyfolytában ben voltam a kerületben. Akkor mentem pihenni, és másnap, 28-án, amikor bementem dolgozni, hát úgy aludtam, mint egy, akit agyon csaptak. Bementem dolgozni, akkor az egy munkatársaim azzal fogadnak engem, hogy hát most mi a helyzet, mi vagyunk az ellenforradalmárok. Hát mi védjük a rendszert, nem a Rákosit, a rendszert. És a rendszernek a anyagi alapját, meg a rendet, és mi vagyunk az ellenforradalmárok. Na honnan veszitek ezt? Tehát azt mondja, olvasd el azért a Szabad Népet. És akkor jelent meg a Szabad Népben ez a Hajdaladik című vezércikk. Aztán később én ezt elolvastam. És én azt mondtam az embereknek, hogy csináltok azt, amit eddig csináltatok. Hát persze ez elég nagy zavart okozott akkor az embereknek a fejében. De a kis katonáktól kezdve, akiknek az ellátásáról mi az elsők között gondoskodtunk. Mindennél előbbre való volt. Hány katona állt rendelkezésre körülbelül? Hát az nem volt több, azt mondja, 4 harckocsinek a személyzete, és volt egy ilyen katonai jeep, ami ugye a parancsnokot vitte, és szállította. Nem volt az több 25-30 embernél, de azok végig helytálltak ott.
Na voltak különböző időszakokban kísérletek az angyalföld rendjének a megzavarására, de azok mint csődöt mondtak, nem tudták tulajdonképpen. Használták a fegyverünket? Azok kérem szépen a harckocsi fegyvert nem használták. Mikor a kapitányságot megtámadták, akkor valami lövöldözés ott volt. Áldozat? Tessék? Nem tudok áldozatról. Na most a kerületi rendőrkapitány, mert akkor ugye a lánggyárba is behoztak olyan gyereket, akit ugye rendzavarás miatt elfogtak, elengedték, hát felelőtlen gyerek volt, nem lehetett vele mit kezdeni. De ez a 28. hajnaladik az nagy zavart okozott a kerületbe. Na most közben Újpestnek is valami segítséget tudtunk nyújtani az újpesti pártszervezetnek, mert elfoglalták a székházukat. És segítettünk nekik visszafoglalni. Ez valamikor 26-án, 27-én volt. Aztán jött a 29-én a Budapesti Párbizottságtól egy értesítés, hogy menjünk be tanácskozásra a Budapesti Párbizottságra. Ez valamikor 29-én este, délutáni órákban este felé volt. Engem ez a katonai dzsip vitt be, oda, és kerületi titkárok voltak összehívva, és az volt a vita témája, hogy milyen irány, mit kell most csinálni. És ugye a Kovács István, aki akkor a Budapesti Párbizottságnak a titkára volt, hát ilyen felemás álláspontot foglalt el, hogy tárgyalni és lőni. Nem mondom, hát az Isten áldjon. Tárgyalni? És lőni. Tárgyalni és lőni? Igen. Hát mondom, hát ide figyelj. Kivel tudok én tárgyalni? Miről tudok én? Kire tudok én tárgyalni? Hát ugye a kerületben nálunk rendben. Mondták nekem, könnyű, mert mi szereztünk fegyvereket. És fönntartjuk a rendet. De hát mások nem tudtak, mert ígérték a fegyvereket és nem hoztak fegyvereket. Sőt, volt olyan helyzetünk a ganzgyárba, a ganzhajógyárba, hogy tudtunk valami fegyvert adni, hogy biztosítsák a rendet, a rendnek a fönntartását, de ez egy vagy két alkalommal volt, ott károk is keletkeztek. A személyesen ott nem voltam, csak a üzemi pártitkárra beszéltem a Baloggal, és de tulajdonképpen ezen az értekezeten, a 29. értekezleten a feladatokról kellett volna beszélni, de akkor a budapesti pártbizottságban már nagyon nagy zűrzavar volt. A Mező Imre az majdnem azt lehet mondani, hogy félig-meddig önkívületi állapotban volt. Hát ön hosszú éveken keresztül a budapesti pártbizottságban egy olyan köztiszteletben álló ember volt, aki a politikai vonal megváltoztatása érdekében harcolt. Büntetést is róttak rá, leváltották, azt hiszem a Szodba vitték el termelési osztályvezetőnek, és 56-ba ezen a bizonyos központi bizottság ülésen, amikor beválasztották a központi bizottságba, visszakerült, és ő a tekintélyét latba vetett. A politikai vonal megváltoztatás érdekében, és akkor is, hogy a Budapesten rendet biztosítani kell. Na most 29-én, hát tulajdonképpen ilyen félig meddig gyenge munícióval mentünk vissza a kerületi párbizottságba, és akkor hírét kaptuk, hogy 30-án megkezdődött a budapesti párbizottságnak az ostroma. Hát ez egy tragikus dolog volt, amilyen helyzetél ez bennünket állított. Hát nekünk még volt, a mezőimben nekem szólt azt hiszem két alkalommal, hogy tartsuk magunkat, hogy lehetséges, hogy a központi bizottságnak vissza kell oda vonulni.
13. kerületben. Én ezt nem értettem. Hogy hogyan állhat elő ilyen helyzet. És akkor, amikor hírit vettük, hogy kaptuk, hogy a budapesti párbizottság ostroma elkezdődött, akkor hozzánk fordultak a Mező Imre, a Nagy Mária, hogy nyújtsunk segítséget nekik. Hát én kértem a katona egységnek a parancsnokát, azt Virág Edinek hívták, hogy segítséget kérnek tőlünk a budapesti párbizottsághoz. Akkor a Virág azt mondotta, hogy hát tűzszünet van. Most ha én oda elmegyek harckocsikkal, és segítséget akarok nyújtani, akkor kapok engedélyt arra, hogyha meg akarnak ebben engem akadályozni, akkor lőhetek? A tűzszünet ellenére. Én azt mondtam neki, hogy mindenképpen segíteni kell a budapesti párbizottságnak. De hát lőhet vagy nem lőhet? Lőhet. Ha ezt a segítséget megakadályozzák. Na most az a helyzet, hogy sajnos ezt a segítséget mi nem tudtuk megfelelőképpen köröztül vinni. Mert ezt aztán már én később tudtam meg, hogy ezek között a harckocsi között nem volt összekötetés. Tehát rádiós összekötetés nem tehát volt. Ez volt az a négy harckocsi, amelyik oda ment a... Igen. Igen. Tehát egy fő földről egy ment, fő... hanem angyal. Onnan is ment. Aztán később tudtam meg, hogy a HM-ből is ment valamilyen segítség oda. Én azzal a parancsnokkal, aki a budapesti párbizottsághoz elment, találkoztam 30-án délután 5 órakor a Mátyás laktanyába. Az a Róbert Károly körúton van, és a következőt mondta, hogy a Damjanics utcánál leállították az ő harckocsijukat. A kis katonákat, akik a harckocsin voltak, azokat szidalmazták. Róla a válpántokat letépdesték, leköbdösték, és kéri, hogy segítsünk az elvtársainknak, mert megölték a Kalamát, a csepeli tanácselnököt, a Turner Kálmánt, és a budapesti párbizottságot pedig ostromolják. Na most ott annak a laktanyának a parancsnokát, azt én ismertem, úgy hívták Környei. És én kértem őtőle, hogy a főhadnagynak a kérésére valamilyen csoportot állítsunk össze, és a budapesti párbizottságnak segítsünk. Ott volt egy bíró nevezetű politikai helyettes, és az a következőt mondta ott, hogy a hadsereg, és ez az alakulat, ahol mi vagyunk, ugye a Mátyás laktanyában, a mindenkori kormánynak tartozik engedelmességgel, és semmiféle ilyen kérésnek nem tesznek eleget. Egy pillanatig nem gondolta arra, hogy az egyetemistákkal együtt kellene menni az utcára, és én esetleg harcolni is. Ne, én az egyetemistáknak diszfunkcionárius voltam, és akkor az nem kellett, úgyhogy... Tehát ellentétben volt ezek. Ne, az nem úgy, kinézték az embert, szóval nem lehet tudni, hogy tényleg velünk van, ő már funkcionális egy éve, mert azelőtt, amíg diák volt, rendben van, de most már... De ön azt a lelke mélyén milyen vonzalmakat érzett? Vagy félelme? Hát így visszaemlékezve félelem akkor volt bennem csak, amikor egy háromtagú fegyveres csoport 28-án bejött a lakásunkba, azzal, hogy itten oroszokat bújtatnak, és a feleségem, ő teljesen véletlenül Moszkvába született, mert születetett volna Bécsben is, hogyha nem kellett volna szülőknek elmenekülni Bécsből, de ugyanakkor a feleségem bátyja pedig bécsi születésű, és felesége is osztrák származású, úgyhogy addig manővereztünk, hogy az ő
személyigazolványaikat nézték meg, és akkor mondták, hogy elnézést, tehát nem gondolták, hogy ilyen összeköttetéssel rendelkező hazafiak vannak itt, és elmentek. Ekkor volt egy kis félelme, hogyha elviszik a feleségemet, akkor nekem vele kell, mindenképpen vele kell menni, és hát abból konfliktusok lehettek volna. Egyéb félelem különösebben nem volt bennem, de még egyet elmondom. 30-ára behívtak bennünket a budapesti pártházba, hiszen a DISZ budapesti bizottsága is ott volt, és elkéstem, mert a feleségem mindig mindenünnen elkésett, és azt mondta, hogy elkísérlek. És negyed órát késtünk, és akkor már körül volt zárva a pártház, nem lehetett bemenni, és elmentem a színművészeti főiskolára. Na, azzal a gárdával jól voltam. Ott az tényleg ott a Deme Gabi, a Milyen Sándor, aki a Nemzetinél volt dramaturg. Nem régen halt meg ő is. És többen voltak ott. Figyelnek ezek a dramaturgok, hogy nem emlékszünk rá. Bodnár. Sándor. És mások sor voltak ott, vagy 8-10, ők mindig szívesen láttak velük, nagyon jól beszélgettünk, és akkor egy-egy hírnök elment megnézni, hogy mi van a köztársaság tér, és amikor délután visszajöttek, és mondták, hogy lábbal akasztás, szívkitépés, és hátulról előttek, na akkor ők is megrendültek. Akkor teljesen, na akkor volt egy olyan félelem, hogy hova vezethetsz, hogyha ez folytatódik tovább. És a Kossuth téri 25-i eseményekről nem jött hír? Nem. Hát volt, hogy ott is volt valami, de annyira nem, szóval a felháborodott tömeget lehetett hallani, hogy pontosan mi történt, azt nem. A köztársaság téri pártház ostromát megelőzte a parlament előtt egy vérengzés. Arról nem tudott? Nem, az később volt már. 25-én volt. Előtte volt. Nem, a parlament előtt. Nem tudom, már az események bennem is tényleg így összekuszálódnak. Nem, azt... Jó, tudom, hogy volt, de hogy ez előtte volt, vagy utána volt, azt én most már nem tudom megmondani. Hát ez tény, ezt nem lehet szóval megmásítani. Ez akkor volt, amikor volt. Na már most, de hát nem mindegy, hogy mikor volt, mert az összefüggések azért ebből jönnek, ebből következnek. Hogy az események eszkalálódása az egy provokációnak a következtébe jött létre. Hát egészen biztos, hogy az események olyatén alakulása, amiről aztán most már tudunk, és történelmi tényként ugye el tudjuk könyvelni, hogy ennek milyen indítékai voltak azon túl, amit az ember akkor látott, vagy elismert, vagy nem ismert, vagy fölismert, vagy nem ismert, től. Ez a lényegen nem változtat, mert egészen biztos, hogy az eseményeknek megvoltak itt az eseményeknek volt logikája, és akik ezt irányították, azok tudták, hogy mit, miért csinálnak. Hát tudták, mert tudniuk kellett. Tettük a dolgunkat, én voltam a Tildiné tárgyalni, aztán elmentünk a Fokkal együtt ennek a munkástanácsnak az országos értekezletére, az építők székházába volt. Hogy óvtak bennünket, hogy ne menjünk el, hát az előbb kérdezte, hogy nem volt veszélyérzetem, nem volt veszélyérzetem. Ugye engem is, mint ahogy nagyon sok embert ugye elszállítottak Moszkvába, engem is megkeresett az Antropov, hogy ekkor indul a repülőgép, tökörön menjek. Mondtam, hogy hol miért mennék, én nem megyek el. És nem is mentem sehova, szóval ott voltunk a helyünkön, és csináltuk azt, amit csináltunk. Haza se járt? Nem. Na most 956. november 1-én vagy 2-án volt nekünk egy, már nem tudom, lehet, hogy ez október 30-án volt nekünk egy tervezett megbeszélésünk a Kádárral. A Fokkal megegyeztünk, hogy hát én fölhívtam a Kádárt, mondom 39 vagy 1-e környékén, hogy jó volna találkozni, meg is egyeztünk, és valamikor 1-e vagy 2-án este 11-kor emlékszem, havas eső esett, éjjel mentünk a Fokkal a parlamentbe, és kerestük a Kádárt. Kádár nem volt, akkor a Nagy Imre titkársággal beszélgettünk, mondja az ember, hogy Kádár nincs, nem tudják hol van, akkor mi se tudtuk.
És, de Nagy Imre itt van. Mondom, akkor szóljatok a Nagy Imrének, hogy itt vagyunk. Nagy Imre kijött, mondom, szeretnénk veled beszélni. Jó, várjatok, itt van a maléter, vele tárgyalok, és utána mindjárt rögtön leülünk és beszélgetünk. Addig itt van a másik szobában Lukács György, a Horváth Márton, a Köböl, azt hiszem valamelyik Szántó, de biztos, hogy a Lukács volt, és a Horváth Márton, és a Köböl. Erre biztosan emlékszem. Nos, velük elkezdtünk beszélgetni, és kérdeztem a Lukástól, hogy Gyuri bácsi, akkor most mi van itt, és mi lesz? Hát a Lukács a maga precizitásával ugye kifejtette, hogy fiúk, maradjatok nyugodtan, itt a munkáshatalom elveszett, és itt egy társadalmi rendszer változás van küszöbön, ebbe bele kell törődni, ez természetes, és majd egy ilyen Ausztriához hasonló semleges kis ország leszünk, ahol majd hát a pártnak, a mi pártunknak is föl kell magát küzdeni alkotmányos keretek között, majd lesz 5 képviselünk, aztán majd így föl küzdjük magunkat, ha tudjuk, de ennek a rendszernek így vége. Hát mondom neki, hogy Gyuri bácsi, jó, rendben van, hát ez a te jóslatod, de nézd meg, nekem is akkor 4 személyes, nagyon jó gyerekkori barátomat már megöltek, ugye a Kalamárt, az Asztalost és a többi. Hát ölik a kommunistákat, hát milyen rendszerváltás ez, szóval ezt én nem értem. Az sem nem a nyugatnak se érdeke, hogy itt vérengzés legyen, itt az indulatok működnek, majd ez lecsillapodik, de azt tudomásul kell venni, hogy ennek a rendszernek vége. Hát fog az egy impulzív ember, nem nagyon tud, hogy gyerünk, mert nincs értelme ilyen beszélgetésnek. Közben Nagy Imre még nem végzett a maléterrel, úgyhogy egy fél órás beszélgetés után el is jöttünk. Na most akkor mi elmentünk a Fok lakására, hát az én lakásom mégis frekventáltabb volt, mint a Fokké. Ott aludtunk egy éjszaka, meg ott voltunk egy nap, mert akkor már nagyon nehéz volt közlekedni, és tényleg a úton útfőren igazoltattak bennünket. Több dátumokkal mindig gondolom, már alig várom, hogy ezek a megjelenjen ez a kazettán ígérték, nem tudom, hogy megjött-e már a Kossuth Rádiónak a napi eseményeket rögzítő dolgok, bár az nekem azért segítene, hogy én eseményeket pontosan tudom, hogy milyen sorra történik, csak a dátumot nem tudom hozzáragasztani, hogy melyik nap, melyik órában. Bennem úgy rögződött, van akik vitatják, hogy egy nappal később történt, amikor én utoljára a parlamentben a KDNF-testtől elköszöntem, vagy ő köszöntett tőle, most mindegy, amikor ő eltűnt önben a parlamentben. Nem hívta magával? Tessék? Nem hívta magával ön? Nem. Nem, én azt közöltem akkor vele, hogy hát amit sikerült akkor ugye a pártközpontnak egy része már nem volt a párt tulajdonában. Az Akadémia 17 például akkor már gazdátlan volt. Az a tömb tartott a pártközponthoz, Akadémia utca, Árpád utca, a Nádor utcai tömb, annak a fele pontosabban. És hát közöltem vele, hogy hát milyen intézkedéseket tettem. Az, ugyanis szétesett az apparátus addigra már, intézkedéseket tettem, hát nagyon szigorú pártokmányok, egyéb más okmányoknak a mentése, megsemmisítés útján, zenében. És azzal köszönt el, hogy hát amit tudnak, tegyék még meg, és, de hogy vigyázzak, meg vigyázzunk magunkra. De nem csak nem hívott, nem is közölte. Miért közölte volna velem, hogy eltávozik és hol megy. Az, hogy nem szokványos egyik épületből a másikból átmenetelt jelentette az ő parlamentből való elmenetele. Én azt abból szűrtem le, hogy a parlamentnek van egy ilyen csigalépcsős lejárata, amelyik fönt is egy ilyen folyosorul, egy ilyen nem föltűnő ajtón lehet a csigalépcsőre jutni, és lent is egy ilyen féreső ajtóba végződik ez a csigalépcső maga, de nem a főbejáraton, nem a számozott ajtókra. Hogy ott köszöntett tőlem, és egy kísérő fiúval elment. És onnantól kezdve én a hangját negyedikén hajnalban
Hallottam először reggel, és személyesen vele pedig 7-én, vagy 8-án találkoztam. Én ott maradtam, és alig, hogy a káderetes eltűnt ezen a csigalépcső ajtó, amelyik mögött a csigalépcső volt. A parlamentben. A parlamentben. Ez azon a főemeletnek azon a folyosóján volt, ahol a miniszterelnök dolgozó szobája van ma is, és az úgynevezett a ülésterem között, és folyosó részen volt, amikor is a Nagy Imre kijött, és meglátva elhaladt mellettem, megállt egy pillanatra, és a következőt mondja, hogy hát mi újság van, Szénegelftárs? Ugye ezekre ugye általában is nehéz válaszolni. Egy ilyen helyzet pedig, hát most egy ilyen, ő ment, 50 újságíró, riporter, követte meg sokféle ember, ő ment be valami küldöttséget fogadni a tanácskozóterembe. Nekem úgy szóval pillanat, úgy melbevágott, hogy most mit válaszoljak erre? Hát ő pontosan tudja, hogy mi van. Valami olyat mondottam, hogy nagy elvtárs, ölik a kommunistákat. Már túl voltunk a budapesti pártház elfoglalásán, a ottani vérengzésen, stb. Lehet, hogy én bennem a szubjektív érzések az átlagnál erősebben motiváltak és maradtak meg. Velem szemben állt. Nekem úgy tűnt akkor is, hogy kicsit úgy erőltet be, úgy fölnöltet. Ha-ha-ha. Szénegeltes, hát nem tudja, hogy ahol gyalulnak, ott forgács is van. És ment tovább be, mert ott várták őt. Én meg ott álltam, mint akinek bunkós bottal több ütés mértek a fejére. Hogy ezt válaszoltam nekem erre a... Hiszen az információk voltak akkor, hogy már kik vannak, kit hurcoltak el lakásáról, meg atrocitásokon már túl voltunk vidéken, stb. Belerázkodtam, és nem tudom, most mit kell csinálni, és olyan ösztön diktálta valami lépés volt, hogy nekem mindenki kell menni a parlamentbe. Igen, de addigra a parlamentben nem csak az őrség volt a kapunál, hanem már ilyen egyéb fegyveresek is ott betársultak, és olyan tumultus volt a kijárati kapuknál, amikor is a kormány több tagja, akik a parlamentben voltak, ki akartak jutni, és jöttek visszafelé, és kérdezett tőle, hogy miért? Hát azt mondja, voltak azt mondta, hogy nem engedték ki, volt, aki azt mondta, hogy ő ma oda sem ment. Szabó Gergely, nagyné, könnyipari miniszter, vegyipari miniszter, összeve többen. És úgy összeverültek, hogy 5-6-an. És én még akkor mondom neki, hogy hát szóval majd kimegyünk. Én akkor már egyenruhában voltam. Egyenruhában beöltöztem, alá is jelent fokozott. Tehát ilyen tábori gimnasztulka egyenruhában voltam. Közben besötétedett. És már akkor én magam úgy ítéltem meg, hogy veszélyes kilépni az épületbe. Én vissza akartam menni a pártközpontba. A pártközpontba, ami abból megmaradt. Akkor már lényegében csak a Nádor utca 28 volt fixen, ami ellenőrzésünk alatt.